Üdvözlök mindenkit, ez itt a Cubeform Studio, és íme itt lennénk újra 3 hónap után. Ebben a videóban egy Warframe-ről lesz szó, és annak is, hogy hogyan tudjuk megszerezni. Ez nem lenne más, mint Titánia. Mivel még én sem rendelkezem a Warframe-mel, ezért nem tudom elmondani pontosan, illetve megmutatni nektek, hogy hogy is néz ki ez a karakter, milyen képességei vannak. Ám, amint legyártottam, ami mostantól számítok körülbelül 3-4 nap, lesz egy új videó Warframe-ről, és abba Titániát mutatom be, mint karaktert. De addig is lássuk, hogyan kell megszerezni őt. A küldetést egy relayen tudjátok felvenni, tök mindegy melyik relayen, és ott is a New Lokának a bázisán. Itt ez a gyönyörű hölgy fog fogadni minket, aki egy hosszú monológ után odaadja nekünk a küldetést. Miután visszatértünk hajónkra, a Codex állomásnál, a questeknél megkereshetjük a már felvett küldetésünket, és ott a Beginnel el is indíthatjuk azt. A Codexből kilépve egy üzenet és egy blueprint fogad minket, melynek legyártása az igazán bonyolult, abból a szempontból, hogy a különböző bolygókon lévő növényeket kell szkennelgetnünk. Ehhez szükségetek lesz egy szkennerre, amit a marketban tudtok venni, ha jól tudok. Ezután be kell rakni a gear szekcióban valamelyik slot helyére, tök mindegy melyikre. Miután ezt megtettétek, első útunk a földre vezet, ugyanis itt 2 növény is megtalálható azok közül, amiket neki meg kell szerezni. Az első a Sunlight Trash Cone, amely csak akkor található meg a földön, mikor nappal van, illetve a Moonlight Dragon Lily, ami pedig éjszakánként található a földön. Arról, mikor van éjszaka és reggel, rakok egy linket a leírásba. Itt meg tudjátok nézni, 4 órás váltakozással van nappal és éjszaka a földön. Meg kell várni. Én szívtam. Viszont, akármelyik napszak van, mindenképpen menjetek el és keressétek meg ezeket a növényeket. A harmadik növényünket pedig Ceres nevű bolygón találhatjátok meg, ott is víz közelbe, viszont elég ritkák ezek a növények, nekem elég sokáig tartott, mire megtaláltam őket. Az egyik biztos hely a kiáratnál lesz egy kis tócsában. Ezt követően csak le kell gyártanunk ezt a kis blueprintet, és berakni a gearbe. Ezután tudunk menni a fő küldetések kis menüpont alatt, rögtön automatikusan elküld a földre minket, és itt jön a második nehézség a küldetésnek, ugyanis a térképen nem jelöli a helyet, ahova mennünk kell, de meg kell találnunk, és végig kell menni igazából minden helyen, amíg meg nem találjuk ezt a kis üreget, majd látjátok a videóban, és itt kell aktiválnunk ezt a blueprintet, amit legyártottunk, és miután aktiváltuk, le fog spannolni nekünk egy hosszú dumma után pár mob, amiket meg kell ölnünk. Miután elhagytuk a bolygót, megkapjuk az első jutalmunkat, nem mást, mint az első részét a Warframe-nek. A Warframe darabunk mellé kapni fogunk egy újabb blueprintet, melynek legyártása szintén növényekre lesz szükségünk. Az elsőt a Holdon fogjuk megtalálni, ez a Lunar Pitcher, a második a Marson található, ez a Rook's Claw, és az utolsó a Moonlight Jadeleaf-et fogjuk a Földön találni megint, esti időszakban, és viszonylag nehezen. Ezen értékes hozzávalók megszerzés után lecraftoljuk a blueprintünket, berakjuk a gear menübe a lecraftolt kis cuccunkat, és elmegyünk a küldetésre, ahol ezúttal már mutatja, hogy hova kell mennünk. Interakcióba lépünk a kis sírkővel, vagy akármivel, legyőzzük az enemit, amit kapunk, illetve elhagyjuk a bolygót, és megkapjuk a következő blueprintet és a következő alkatrészt a Warframe-ünkhöz. Ehhez a blueprintre szükségünk lesz Frostleaf-re, amit a Plutón találhatunk meg, ilyen hegyek, illetve szikláknak a szélén, Western Moss-ra, ami a Mercuron terem, illetve Sunlight Jadeleaf-re, ami a Földön van nappal, ugyanaz, mint amit este gyűjtöttünk, csak reggelnek kell lennie ezúttal. Hozzávalók megszerzése után ismét craftolunk, berakjuk a gearbe, és megyünk a küldetésre, ahol megint interakcióba lépünk a sírkővel, és megint harcolunk, ezúttal viszont egy 1,5 perces defenzet kell csinálni, meg kell védenünk azt a kis sírkövet, úgyhogy érdemes olyan Warframe-eket vinni, akik ilyen crowd control képességekkel rendelkeznek, mint Neza, Vauban, Frost, hogyha shieldelni kell. A sikeres védekezés után elhagyjuk a bolygót, és megkapjuk az utolsó Warframe darabot, illetve egy üzenet vár minket a hajónkon, miszerint megkaptuk a Titánia blueprintet is. Innentől nincs más dolgotok, mint craftolni Titániát és játszani vele. Amennyiben tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, illetve ha hasznosnak bizonyult, írjátok meg, hogy legyen-e még ilyen a jövőben más frémekről, ugyanis én is Titániát egy másik videóból tanultam meg, hogyan kell összeszedni.
és számomra nagyon is hasznos volt. Úgyhogy én köszöntem volna a figyelmet, illetve szeretném megköszönni, hogy 3 hónap eltelte után is többen vagyunk, mint mielőtt elmentem volna. Úgyhogy nagyon királyak vagytok. Köszönöm szépen a támogatást, köszönöm, hogy nem iratkoztatok le, vagy ha leiratkoztatok, akkor köszönöm azoknak, akik feliratkoztak helyettük. És én köszöntem volna a figyelmet, srácok. Csak így tovább, és bye-bye!